Mi van ma szombat? Úristen, szkvassunk egy nagyot. Mi? Tudjátok, van az a sör, a csíki sör, az egy erdélyi sör, és a Heinekennel összekötötték a bajuszt valami oknál fogva. Az a lényeg, hogy a Heineken nem szeretné, hogy a csíki sörnek csíki sör legyen a neve, illetve hogy egyáltalán sört gyártsanak. Szerintem a Heineken mert a csíki sör sokkal finomabb sör, mint a Heineken. Remélem, hogy nem fog megszűnni teljesen. Az a csíki sör. Elmegyünk bevásárolni, mert kong az ürességtől a hűtő. Üres. De mégis tele van. Jó. A paradicsomokban egyáltalán nem tudom, hogy van-e élet. Köszi! Megkértek, hogy az áruház területén ne kamerázzak, mert itt ugyanis a Tesco-ba tilos kamerázni. Ezért nem vitatkozom, elteszem. Egyébként kíváncsi lennék egy hivatalos álláspontra, hogy miért nem lehet a Tesco területén, illetve a bevásárlóközpontok területén videózni. Tehát kinek a jogát sértem meg, a tejét vagy a bajét? Vagy valami szupertitkos dolgot őriznek itt a Tesco-ba? Aha, ez már lehetséges. Lássuk, van-e kitéve nem szabad kamerázni tábla itt az ajtónál. Mindennek az aromáját. Az a helyzet, hogy én nem láttam egyáltalán olyan táblát, hogy nem szabad kamerázni. Azt viszont láttam, hogy a Tesco-ban működik kamerázás. Nem tudom, ő nekik szabad, nekik nem szabad. Kedves Tesco, 2017 van. Mi értelme van? Itt már mindenütt lehet kamerázni. Mivel ma szombat van, kaptunk egy kis kimenőt, ezért elmegyünk egy picit szórakozunk ma este. Találkozunk a többi ismivel, barinővel és barátokkal. Makó egyetlen egy szórakozó helyére, ami nem régiben nyitott, az a neve, hogy Loft, azaz a padlás. Menjünk padlásolni. Látjátok, milyen hosszú a kezem? Visszatérve a Tesco-s sztorihoz, nincs semmi bajom a Tesco-val. Azt nem értem, hogy saját magamat miért nem lehet felvenni kamerával. Nem lejárató filmet csinálok, nem reklámfilmet csinálok, hanem saját magamat veszem fel, miközben vásárolok. Lényegében ez ugyanaz, mint amit a Tesco is csinál a saját kamerájával, amikor a benti
kamerák, ugye, ahogy vannak fönt. Illetve ez annyiba más, hogy az én kezemben van a kamera. Nem tudom, törvényileg ez, hogy működik, hogy nem működik. Ha esetleg tudtok valamit nekem javasolni, törvényileg ezek hogy működnek ezek a dolgok, hogy mit lehet felvenni, és mit nem szabad felvenni. Hogyha esetleg van köztetek ügyvéd, aki néz, kommentelhetne itt a videó alá, hogy milyen törvények vonatkoznak a videózásra. Hogy hol lehet videóznom, hol nem szabad videóznom, mit kell kérnem, kell egyáltalán engedélyt kérni ahhoz, hogy videózhassak. Ez hogy működik most 2017-ben, nem tudom. Ennyi volt a mai vlog mára, találkozunk holnap. Sziasztok! Csíkos Gyuszika vagyok. Ha tetszenek a videók, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Jó volt? Szuper, így van. Szóval iratkozzatok fel a csatornára, köszi! Sziasztok! Csinos vagy. Köszi. Izgulsz? Izgulsz? 3 perc alatt készültem el. Sziasztok!